Szekszárdi Monsány Kórus Egyesület tagjai csütörtökönként próbára szoktak összegyűlni a Babits Mihály Kulturális Központban. Múlt héten azonban filmbemutatóval egybekötött beszélgetésre várták az érdeklődőket. László Gábor Mi svábok, mindig jó magyarok voltunk című dokumentum filmjének vetítése előtt a kórus két olyan hazaszeretetről szóló dalt adott elő, amelyek egykor a Gulágon születtek. Das ist unsere Tracht von unserem Chor. Das ist ein deutschstimmiger Chor, ein solcher Chor, was schon mehrere Jahre, mehr wie 40 Jahre zusammen singt, und kommen wir immer zusammen am Donnerstags. Und jetzt sind wir da, weil wir diesen Film anschauen möchten. Alapító tag vagyok, 1978. március 22-én volt az első próbánk. Hát a környékbeli falvakból kitelepítettek utódaiként kezdtük el ezt a kórust. Hát ugye jövő leszünk 45 évesek. Hát szeretnénk megnézni, mert úgy hallottuk, hogy elég nagy hát horderejű a maga film is. És hát ha igaz, akkor németül, svábul beszélnek benne. És kíváncsi lennénk, hogy hát ki hogy meséli el az akkori életét. Ugye hát az én szüleim is ki lettek telepítve, édesanyám az Kakasról, édesapám Teverről, és itt ismerkedtek meg 48-ben, esküdtek Szekszárdon. A Tolna megyeiek számára külön érdekesség, hogy a film narrátora egy Mucsiból kitelepített sváb, Lesser Kornél, aki finom humorral, olykor a magyart német szavakkal keverve kalauzolja végig a nézőt a német-magyar együttélés több mint 1000 évén. Pár dolgot mindenki tud. A föld forog, a svábok takarékosak és szorgalmasak, semmit sem hagynak veszni. Kivéve a pazarlókat, állítólag ők lettek a skótok. Nicht sicher. Az viszont biztos, hogy a németek és a magyarok története több mint 1000 éves. A bemutatón részt vett a rendező László Gábor is. Ez a negyedik sváb témájú film, amit csinálok. Az előző három, az első az a sváb kitelepítésről szólt, a második egy olyan faluról, annak ez volt a cím, hogy ez volt a sorsom, az egy szovjet hadsereg által teljes egészben kiirtott sváb falu története, az egy egészen ritka eset. A harmadik az egy 56-os sváb hősről, Herhof Györgyről, annak az oda címe Nemzetidegenek, és akkor ez a negyedik sváb témájú film, az a címe, hogy mi svábok mindig jó magyarok voltunk, és ugye ez a legátfogóbb, ez 52 perces, és ez a magyar sváb, magyar-német együttélés teljes 1100 évét dolgozza fel. Az ötödik az még ugye egyelőre csak egy terv, az pont hétfőn fogok találkozni a producerrel, és akkor majd meglátjuk, hogy mire jutunk. Az ötödik, hát az is sváb téma, a tiszalöki sváb lázadásról szól. Ugye Tiszalökön volt egy internáló tábor, ahova kifejezetten svábokat vittek, és érdekes módon ismerünk egy a Gyuri bácsit, aki 95 éves, Németországban él, és ő szemtanúja volt ezeknek az eseményeknek, tehát az is egy különlegesség. Én félig magyar, félig sváb vagyok, de ez a félig sváb vonalban és a nagymamám nagyon meghatározó volt, ő egy echte sváb néni volt, én nagyon szeretem, és nagyon sokat foglalkozott ezzel a kérdéssel, és ugye ő, hát mondjuk így, hogy ő ültette bennem el ezt a gondolatot, hogy ezzel a témával szeretnék foglalkozni, hogy ezeket a filmeket, ezeket kicsit mindig az ő emlékére, az ő tiszteletére is csinálom. Ebből a filmben, ami készült, tavaly készült el, ketten a riportalanyok közül már nem is élnek, és közben jutottam erre, hogy hát ez egy annyira fontos dolog, hogy ezt már kvázi nem is csak a nagymamám miatt, hanem hogy ezt archiválni kellene ezt a dolgot, és hogy ezt föl kell, 24. óra után vagyunk jóformán, hogy amit lehet tényleg vegyük fel, rögzítsük. A filmet eljuttatják német önkormányzatoknak és nemzetiségi iskoláknak, hiszen azért készült, hogy minél többen lássák. Hát az a nagy szerencsém, hogy ennek a filmnek a terjesztésével nekem egyáltalán nem kell foglalkoznom, mert nem is áll hozzám közel, tehát inkább megcsinálni szeretném, vagy szeretem. Szerencsére van egy szakértő, aki a film szakértő is volt, Georg Albrecht, ő Németországban, Philipsburgban él, és ő ezt vállalta, ezt a feladatot. Hát egyrészt, mint nyugdíjas idejésről, másrészt meg borzasztó lelkes, és ő időt és fáradtságot nem kímélve.
egyesével kikeresi, az elérhetőségeket rájuk ír. Most például itt nyomtatott erre az eseményre ilyen kis, hát Németországban flyereknek hívják ilyen kis szórólapokat, amiben ilyen kis rövid tartalom van, és hát tulajdonképpen ez a terjesztés, hát azért csináltuk, hogy eljusson a nézőköz, tehát az, hogy valaki megcsinálja a filmet, és utána egyszer lemegy, nem tudom, tényleg ilyen 23-48-kor valahol, tehát általában ezeket senki nem nézi. A film nem csak a magyarországi németség körében sikeres, a Lakiteleki filmszemlén második helyezést ért el, a Szavária filmszemlén külön díjat kapott, a Magyar Mozgókép Fesztiválon pedig az 5 legjobb dokumentumfilm között volt.